volt ilyen a gyerekkoromban, de csak a gyerekkoromban, a felnőtt koromban aztán már nem, amikor azért jöttem össze valakivel, mert egyszerűen valamitől nem tudtam megmagyarázni, mint vele valamilyen oktán fogva biológiailag jól éreztem magam. Ez a pár és óra jó lesz azon a napon. Most tudtam, hogy idejövök, és találkozom Petivel. Pont mondtam valakinek, hogy te, és lesz egy jó napom, végre egy jó napom lesz, hogy ugye kimegyek, ha gondoljátok. Meggondolhatod tőle. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk Geszti Péter emberséges intelligencia és Gárdos Péter rendező, író, forgatókönyvíró. Kettejük barátsága egy fontos és érzelmes barátság. Nézd meg, milyen hasonló. Hát egyrészt, másrészt, ha tudom, hogy ez a szakáll ilyen jól áll neked, akkor én egyszer elkezdtem növeszteni, de olyan hülyén néztem ki. Nem, az első 10 nap a szörnyű. Peti, én 14 napig növesztettem, és olyan ritkás a szőrzetem, hogy inkább úgy néztem ki, mint egy ilyen beteg macska, hogy néha kiállnak ilyen izény. Iszonyatos volt. Még eltároztam egyszer, én is ilyen menő csávó leszek, hogy szakállom lesz. De kurva jól nézek. Na, két hét alatt megnő, és utána a harmadik héten bebokrosodik, és akkor jó. Persze, a harmadik héttől kezdve. És néha sem. És mikor kezdted el növeszteni ezt? 20 napja, 3 hete. Na tessék, nem több. Nagyon jó már. Ugye? Nagyon jó. És miért? Mert december 5-e van. És mik nélkül télapó. És pont ez az, hogy Mikulásra pont kész lett. Kész lett. Igen. Figyelj, de látod, hogy a hangulatos háborús asztalt hozott, de golyók annak rögtön bele. Figyelj, minden vendég elkezdi előbb-utóbb birizgálni. Hát, vagy ti fogjátok ezen kapni teszt, magad? Igen, persze. Igen. Igen. Kezdjük, gyerekek. Jó, nem tudjátok, de már elkezdtük. Helyes, nagyon jó. Oké, okay, jó. Már rég forogni kéne, mert a szakállát most láttam először. Igen. Na, ez az első a podcast történetében, hogy három Péter tartózkodik a stúdióban. Hát amikor te nem kéred ki magadnak, hogy igen, le Péter. Igen, nekem szerencsém van, az Andrást használom. Igen. És ráadásul nektek azt sem tudom mondani, hogy te G. Péter vagy, mert te is G. Péter vagy, tehát igen. A vezetéknevetek monogramját sem tudom használni. Maximum Gesztit meg Gárdost mondhatsz. Igen, és ráadásul külsőre is nagyon hasonlítunk egymás. Csak nézést a podcastot. Mi méretben? Ugye? A három férfi úgy. Igen, ugyanaz a fodrászunk Péterrel. Figyelj, mindig azt szoktam mondani, hogy szép arcnak kell a hely. Tehát semmi gond ezzel, az a kevés hajjal. De akkor hogy szólítsuk egymást? Nem tudom. Így. Jó, igen. Nézzél rám, hogy Péter, és fogjuk tudni. Igen. Illetve kitaláltam szóviccet, kézzel, mert arra gondoltam, hogy miért nekem, miért rám nézel? Miért? 95 óta hallgatom tőled. Igen, ezt látom is az összes műsor címedben, Kapod, meg Kaptár, meg van minden, persze. Igen. Hogy arra gondoltam, hogy ezt a stúdiót már elnevezhetjük Péteremnek. Okay. Engem ilyenekért kiküldtek már, amikor régen az ügynökségen sok fiatal ember ült alattam, még mármint úgy értem, hogy kollega. Én ebből kiiratkoztam egyébként többé, kevésbé, úgyhogy... Igen, de ezt számod is kérik rajtad, nem? Igen. Mert azt hallottam valahol, hogy mondtad, hogy ha van szóvic, az a baj, ha nincs szóvic, az a baj. Igen, már ennyi se jut eszébe, vagy még mindig ennyi szád, csak ez ennyi jut eszébe, szegénynek nem fejlődött semmit. Hát ez a két lehetőség van, igen. Ez egy transgenerációs barátság a tiétek. Kiszámoltam, hogy kettőtök között 16 év van, és egyébként köztünk pedig 12, uh-huh. Tehát tulajdonképpen majdnem egyenletes itt az alasztás. Nem látszik, letagadhatni. És ez a transgenerációs, ez azért érdekes, mert Péter, szerintem te még az a generáció vagy, amikor még nem is beszéltek generációról. Tehát, hogy nem tudom, te kikéred-e magadnak, hogy téged bármilyen generáció tagjának. Nem egy öröm, hogy itt én vagyok a legöregem. Ráadásul gondolj bele, hogy 48-ban, júniusban születtem, és mindig én voltam a legfiatalabb az osztályban. Tehát, de minden olyan helyen, ahol először megfordultak, a váltás volt, gimnázium, általános iskola, óvoda, és aztán csak hirtelen átérsz, átlépsz a másik oldalra, és ez nem igazán jó érzés. Úgyhogy hogy tudni, a szomorú dologgal kezdjük. Igen, egy transgenerációs találkozás, amiben én vagyok a rangidős. És ti hogyan találkoztatok? Hát erre pontosan emlékszem. Mert de jó, mert én egyetlen nem. Mert mi csináltunk egy műsort, ha már ilyen rögtön belevágunk, és rögtön a legkényesebb dolgokkal kezdjük. Csináltunk egy műsort, aminek a producere a Sándor Pali volt, és a két barátom és munkatársam, a Bíró Zsuzsa és a Tóth Zsuzsa volt, és annak az volt a cím, hogy Sóbálvány. Neked mond valamit ez a cím? Nagyon, ez valami 90-es, a 80-as évek, nem, a 90-es évek közepétől indult el, és aztán éveken keresztül. Dupla V-vel volt író. Igen. Nem én találtam ki az, ez a szó nem hozzám tartozik. Ez egy másfél órás, két órás műsor volt, és az eleinte a Szilágyi János vezette, nagyon jól egyébként.
És volt egy pont, amikor nem mondom a nevét annak az illető úrnak, a televízió akkori elnök helyettese behívott minket, és azt mondta, hogy kicsit kifáradt a műsor, ebből egy szó nem volt egyébként igaz, de valamiért nem szerette a Jánost, úgyhogy azt javasolja, hogy vagy szüntessük meg, vagy hívjunk ide be egy új műsorvezetőt. És ezt csak szinte egyszerre kiáltottuk fel, hogy a Geszti. És a Pétert akkor csak mint olyan sztárt ismertem, aki popsztár. Igen, popsztár, szép bodros hajával. De hát egy nagyon híres ember volt ő akkor. És akkor felhívtuk, kicsit meglepődött, mert mondta, akkor hogy... Akkor ez mint kedves. Legyünk tisztában valósággal, érted? És leültünk először, és hozzá feltem, először úgy találkoztunk, hogy a Tóthnak volt egy lakása a Roskovics utcában, fent Budán, és feljött oda a Péter. És tulajdonképpen hát úgy megmértük, hogy ez egy nagyon kegyetlen hármas volt, hogy mi hárman ott ültünk, és aki oda feljött, aznak fel kellett kötni a gatyáját. De ezt nem közölték előtte, hogy nem. Lesz olyan kedves gatyakorcodat összerángatod, kisfiam. Mert hát ezek nagyon gonosz ilyen, hogy mondjam, ismerkedések voltak, vagy nem tudom, hogy hívjam őket, szóval szemrevételezések voltak, és a Péter oda feljött, és mind a hárman a végén megadottuk, hogy hát ez egy állati helyes fiú. Helyes, okos, helyes, okos, értelmes, jól fog tudni kérdezni, beleszerettünk. És aztán ott, miután az egy ilyen sobálvány készítése abból állt, hogy előtte tréningeztünk a riportalanyokból, tehát felkészítettük, és felkészültünk mi magunk is, tehát el kellett kezdeni sokat találkozni. A Péterrel szép lassan kialakult egy külön jelrendszerünk, és azt már azt mondhatom, hogy ez egy igazi barátság lett, ami azért furcsa egyébként, mert nekem tulajdonképpen, hogy mondjam, érett férfi koromban már nem nagyon támadtak barátaim. Tehát vagy hoztam őket, többnyire is vesztettem őket aztán, erről lehet, hogy majd később beszélünk, hogy mi a barátság, és hogyan lehet abban igazán komoly sebeket szerezni. És ez, hogy az érett férfi koromban sikerült valakivel úgy egy huron pendülnöm, mint a Péterrel, ez egészen ritka, különös adománya a sorsnak, és iszonyú boldog vagyok ettől, hogy ez létrejöhetett. Hát, hogy megismertem a Petit, ugye, azon kívül a filmjeit is nagyon szerettem, de hogy találtam egy olyan pasit, aki nyilván félig meddig akár ilyen apa pótlék is volt bizonyos szempontból, hiszen van köztünk valóban jó pár év, már nem annyi, mint hogyha én a gyermek lennék, de az is benne van ebben a dologban, és ezt azért mondom előre, miért ő mondja, mert ugye végtelen mély pszichológiai ismeretei vannak, hiszen több pszichológiai tárgyú könyvet olvasod, meg tanulmányt olvasod, szerintem én nem tudom, a pszichológusok nagy része. És azt tudtam még, hogy minél többet dolgozunk együtt, annál többször iszonyúkat röhögünk, és hogy a tempónk is nagyon hasonló sok mindenben, totálisan azonos az érdeklődésünk bizonyos szempontból, egy dologban rettenetesen levegek maradva, a műveltségben, amiben hát ő tehát fény évekkel van előttem. És még egy dolog van ebben a barátságban, hogy az a nagy szerencse, hogy más szakmánk van. Tehát, hogy ő egy rendező, író, én pedig egy dalszövegíró, producer, ki tudja, mi vagyok, sosincs meccs. Soha igen, nincs tudod, meccs. Tudod, milyen nagy szerencse ez? Én azt hiszem, hogy erre az országra, hogyha azt kéne mondanom, hogy mi a legjellemzőbb, olyan jelzőt kéne találnom erre a kis közép-európai 90, nem tudom hány, 3000 négyzetkilométerre, akkor mi lenne az? Azt mondanám, hogy az irítség. De tényleg, szóval itt és annak nagyon, nagyon, hogy mondjam, termékeny táptalaja az, ha közösek az elérendő célok. Most attól, hogy a Péterrel nagyon rokon szakmában vagyunk, de egyáltalában nem zavarjuk egymás karrierálmait, vagy karriervágyait, ez gyakorlatilag kihúzza ezt a fogalmat a kettőnk kapcsolatából. Tehát nincs mire irigynek lennem. És nincs vetélkedés. És nincs vetélkedő. Nincs vetélkedés, viszont van egy hihetetlen támogatás, amit mind a ketten a másik irányába megadunk. És ez mindig is így volt. Tehát amikor, mit tudom én, ő az utolsó Blues című filmjét kezdte el forgatni, már nem, most ismételték, egyébként téged ismételtek egész nap a Magyar Film csatornán, csak gárdos filmek mentek, csak úgy mondom, nem tudom, hogy láttad-e. Nem nézem a filmeket. Nem tetszett. Hát ez a legszörnyűbb. Nevetni fogsz, igen. Igen, mert nem szabad megnézni. Hát megőrülök, ha meg kellene néznem, szóval ha lekötöznének is meg kéne néznem, mert akkor látja az ember a hibákat, hogyha 15-20-25 évvel később nézi. Ránézem utól, ez így van. Pont én is
Tudod, hány első emelet dalt tudok neked mondani, hogy én írtam dalszöveget. Nem szabad. Akkor ott tetszett, de mit tetszett benne? Igen. De szóval mit, úgy kezdem, mondjuk, hogy az utolsó Blue Simi filmjéhez szereztem szponzort például. Tudod? Mert egyszerűen azt akartam, hogy rohadt jó legyen, és hogy neki mindenből a legjobb legyen. És utána ő megtisztelt azzal, hogy, és a mai napig így van, hogy mindig átküldi a forgatókönyveit, és akkor arról mindig dumálom. Hát akkor elmondok két apróságot. Konkrétan, mert ezek az érdekesek. Először a Hajnali László című filmünket a Péternek mutatta a megvágó szobába. Ez egy munkakópia volt, és ez azt nem tudom, mennyire vagy otthon a filmszakmában. Amikor elkészül egy film, tehát összevágta nagyjából. Igen, igen, szerint, de még nincs fényelve. Nincs fényelve, a hang össze-vissza van alatt, a zene sem, nincs vele semmi. Tehát nagyon nyersen mutat. Azért az nagyon szakembernek kell lenni, hogy lássa az ember, hogy mi lesz aztán később belőle. És még benne vannak hagyva a jelenetvégek, még egy csomó olyan dolog nem tiszta még. De az, hogy megmutasd, és legyen egy szem, amely hirtelen rácsodálkozik, aki eddig nem látta, az egy érzés érzékeny állapot, másrészt pedig nagyon fontos, hogy higgy benne, abba az emberbe higgyél. Na most, ha olyan embernek mutatod be, aki végig veled volt a forgatás alatt, vagy a szülés alatt, és ott volt a forgatásokon, és látta a musztereket, és bejárt a vágószobába, hát az nyilván megfertőződött. És a Pétert behívtam a Hajnalinak ebbe az állapotába, halálosan félve attól, mit fog mondani. Nagyon fontosnak éreztem az életembe is, meg a szüleimről szól ezt a mozit. De nem mertem ott maradni, hanem tudtam, hogy kb. 100 perc a film, hanem lementem a büfébe, ő egyedül bezártuk a lényegében az ajtót, és ő vágószoba. És akkor a végén, az utolsó másfél percben, tudtam már milyen, akkor nagyon halkan bementem mögé, és azt láttam, hogy ő sír. És azt a boldog, nem még egy szót se szól, csak azt láttam, hogy folynak a könnyei, így ül nem is vette észre, hogy bejöttem, és nekem az egy olyan megrendítő és iszonyatosan fontos visszaigazolási pillanat volt, hogy ráhatott, mert tudom, mert neki hiszek. Mert tudom, hogy ő nem fog nekem udvarolni, nagyon sokszor mondja azt, hogy ez nem tetszik, ez hülyeség, ez baromság, mint hogy én is szoktam neki mondani, mikor megjelenik nálam a legújabb zenei dolgaival, valami a tévéműsoróval, és akkor azt mondja, hogy mindig hozza magával a fülhallgatót, mert úgy gondolja, hogy az én gépen belévő hangkimenet, az nem elég jó. Ezt jól gondolom. És azt mondja, hogy nagyon szépen kérlek, hogy most vedd fel a fülhallgatót, ne itt hallgass, ezen a szaron, hát igen, mert az akusztika az fontos dolog. Igen. És akkor neked ki tudja, hogy hall, érted? Főleg emiatt. És rám néz, és akkor figyel, és mondom, hogy megőrülök, de ne nézz. Így akkor nem tudom elmondani, ha nem tetszik. De milyen élmény, hogy a füledbe szól valami, és közben valaki néz. Direkt el szoktam fordulni, meg csendre székeltad, de nézegetem. Na, szóval mindegy, lényeg az, hogy szerintem elképesztően fontosak vagyunk ilyen szempontból is egymásnak, hogy azt a mércét jelentjük, ami egyébként nagyon-nagyon ritka a mai világban, hogy tudsz egy embert, aki tudod, hogy mindenfajta, egyrészt bizonyos szempontból elfogult ugyan iránta, tehát nem fog kivégezni akkor, elnézést, szabad ilyen mondani, hogy a forst csináltál. Igen. Ha nem, akkor meg jössz egy sörrel neki. Mert az ilyen gyakran előfordul, de másrészt pedig pontosan tudja, hogy tud, el tudja bőgni magát, igen, ha tényleg hat rá. És sem az nem fűződik érdeke, hogy felmagasztaljon se ahhoz. Holott a barátságról az a véleményem, ha már itt tartunk, mert azt mondtad, kimondtad azt a másik mágikus szót, hogy érdek, hogy én szerintem a barátságban az egyik legfontosabb, hogy mondjam, csak motivum, vagy mozzanat az, hogy mindig azt gondolom, hogy a barátság csak funkcióban létezik, és ez a funkció legtöbbször érdek. De most a mi kapcsolatunkban, ha végig gondolom, hogy mi a Péterrel, mik a közös érdekeink, akkor az a kellemességnek az a légköre, amely abba a percben elfog, ha vele vagyok. Tehát, hogy nagyon jól érzem magam vele, biztonságban érzem magam vele, és ez az érdekem. Ez egy erős érdek egyébként, és szerintem te is így vagy vele. Igen, tehát nincs más érdekem. Igen. Én föl is írtam magamnak, nem hiszitek el, hogy mind a ketten boldogságotokban cselekszetek. Így tudtam, igen, nem a boldogságért, hanem már eleve jó érzéstől vezérelve. Pontosan, tehát azon ritka a barát, de nem, tulajdonképpen volt ilyen a gyerekkoromban, de csak a gyerekkoromban, a felnőtt koromban aztán már nem, amikor azért jöttem össze valakivel, mert egyszerűen valamitől nem tudtam megmagyarázni, vele valamilyen oktál fogva
biológiailag jól éreztem magam. Mi az a pár óra jó lesz azon a napon? Jó, most is tudtam, hogy idejövök, és találkozom Petivel. Hát pont mondtam valakinek, hogy te, és lesz egy jó napom. Végre egy jó napom lesz, hogy ugye kimegyek, ha gondoljátok. Meggondolhatod tőle. Nem, de ez a kellemességnek, nem tudom máshogy megfogalmazni, nyilván ez az érdek, érdeket tudnak ez az érdeke, mert ez egy fontos, egy nagyon fontos szempont. Főleg amiatt, mert most úgy vagyunk valamennyien bekötve a 20. 21. század küszöbén, a 21. század elején, főleg ebbe az országba, hogy folyamatosan gyanakszol. Uh-huh. Hogy miért, ez miért mondja, ez miért kedves, ez miért udvarol. Vagy miért utál? Ez a szorongás igen. Mellékterméke. Ugye van egy nagy társadalmi szorongás, aminek az egyik mellékterméke többek között pontosan. Az, hogy azt érzed, hogy rohadtul egyedül vagy. Egyébként igen. Ráadásul, és most direkt nem magamról beszélek, inkább, hanem hogy általánosan mondom, hogy aki az átlagnál egy kicsit is műveltebb vagy sikeresebb, az nem azt jelenti, hogy gazdagabb, hanem csak műveltebb, sikeresebb. Ne adj Isten, még valami fajta ízlése is van, annak nem olyan könnyű. Ugye van ez a nagyon cinikus mondás, hogy ha szar az ízlésed, az azért jó, mert gyorsabban telik a nap. Igen. Ugye bármi megfelel, minden tetszik. Igen. De akinek van egy kis ízlése, az már nem tud mindent befogadni, és most nem szeretném, hogy azt az elitista ilyen sznobdumát nyomni, mert nem az vagyok. Tényleg nem is így gondolkodom, azt gondolom, hogy nagyon nyitott gondolkodású embernek próbálom magamat képezni, de hogy tényleg úgy van, hogy kevés emberben találod már meg azt, és kemés emberrel érzed azt, hogy ugyanazokról a dolgokról nagyjából ugyanazt gondolod, és erről jót tudsz vele dumálni, anélkül, hogy bármiféle képmutatás lenne benne, vagy vigyáznod kellene a szavaidra, és hogy akkor... Vagy bármiféle konkrét hasznot remelnél ebből, mert csak az a haszon belőle, hogy jól vagy. Igen, hogy egyszerűen. Jól vagy. Na most ez az azért nagyon ritka, mert én azt hiszem, hogy a legnagyobb bűn, amit elkövettek a magyar polgárok ellen ebben az utolsó 25-30 évben, az, hogy sandán nézel, hogy minden mögött valami sandaságot vélsz felfedezni, és az a típusú emberi viszony, amely szerintem a legtermészetesebbnek kéne, hogy legyen, azok sajnos megszűntek. Nincs ilyen emberi viszony. Hát ugye ez amit mondtál, hogy irigység, ugye, hogy ez egy ilyen nagy társadalmi betegség, igen, ami pedig alapvetően abból fakad, hogy egy totális bizalomhiányban élünk gyakorlatilag súlyos évtizedek óta. Tehát ugye pont most jött ki, eszem múlt héten egy felmérés, hogy a magyarok legkevésbé a politikusaikban és a képviselőikben bíznak. Mi a francnak választjuk meg őket, ugye? Igen. Azért, mert már csak ez a gárda van. Miért nem lehet szavazás? És akkor most nem akarok ebben a részre nagyon rámenni, de hogy ez nagyon fontos része a mi kapcsolatunknak, hogy ez egy bizalmi viszony. Tehát mi tényleg olyan bizalmas dolgokat is megbeszélünk egymással, majd, hogy nem tényleg, mint annak idején mondjuk az apámmal beszéltem meg, és hogy ez csodálatos dolog, mert akkor az ember nem marad egyedül a kételyeivel, a nyomoraival, az esetlenségeivel, az elcseszett dolgaival, vagy akár a magánéletével. Na most, most elérkeztünk egy olyan ponthoz, ami megint nagyon komoly, nem fogunk tudni rajta nevetni, de akkor ezzel nem haragsz. Nem baj. Hogy tudnélik, az ember, ha meg tudja mutatni a sebeket, a sebeit, vagy el tudja mondani azokat a problémáit, amelyek a legmélyebben rejtőzködnek, tehát nem kell hozzá pszichológusi divány, nem kell fizetnem érte 7000 vagy 8000 vagy 10000 forintot. Most már mindent értek. És nem egy orvoshoz megyek, hanem a barátomhoz, tehát olyan dolgokat is el tudok mondani, amelyeket tényleg csak sötétben és titokban önmagadnak tudsz elmondani, és erre van egy embered, aki tudod, hogy rezonál. Uh-huh. És azt mondja, hogy te jó Isten, hát én is ilyen így gondolkodom. És az a fantasztikus az életünkben, hogy egy csomó olyan közös pontot találtunk a barátságunk alatt, miközben egyre többet beszélgettünk egymással, a párválasztástól kezdve a szüleinkhez való viszonyig, amik ezek a legdöntőbb kérdések egy ember életébe, ezek határozzák meg. Tehát ezek annyira hasonlóak a mi esetünkben, hogy ezek nagyon erős tapasztok, barátságot összekötő pillanatok, vagy mozzanatok, amelyek nélkül nem lennénk olyan barátok, mint amelyek vagyunk. Uh-huh. Hát, talán nem érzi majd a néző, vagy a hallgató gejnek, vagy édeskésnek ezt a vallomást, mert félek ettől, mert ugyanakkor én egy nagyon sprőd egy személyiség vagyok. Sprőd, de azért a regényeiben, meg a filmjeiben, meg nem. Tehát de mindegy, szóval én szeretek ironizálni a saját magamon is egyébként, meg ezen is, amiről
most beszélgetünk, de tényleg ez a leglényegesebb része, hogy olyan dolgokban hasonlítunk, olyan alapvető dolgokban, pszichológiai dolgokban hasonlítunk, ami ritka egyébként egy ember életében. És hát mondom, én nagyon remélem, hogy a Péterrel nem fog. Volt nekem 2-3 olyan barátom, hogy ha szóba kerül, akkor erről is érdemes beszélgetni, mert a Péternek is vannak erről alapélményei, és nagyon sokszor meg is szoktuk beszélni, amelyek az árulással, meg a féltékenységgel próbálom vezetni össze a beszélgetést, fogalmazom a kérdést, erre válaszolsz rá, anélkül, hogy feltenném. Szoktál reklámot adni? Reklám valami sorban? Akkor mondasz, hogy reklám, majd utána folytatjuk, és akkor felpont felállod. Nem, de pont erre akartam rátérni, hogy annál inkább megbecsülitek egymás barátságát, mert hogy ott voltak, már utaltál korábban is egy fél mondatban ezekre a sebekre, meg csalódásokra, igen, és Péter, tudom, hogy te is szakmán belül is, meg barátságokban is elszenvedtél hasonló. Hát a Péternél ugye alapvetően ez a kulcsszó, tehát hogy mondja ezt ő el, mert rosszul én mondom el, tehát magyarul, hogy amikor úgy érzed, hogy elárultak, ugye az a legnagyobb töréspont az életedben, ami még nem a szerelmi vagy a magánélet egyéb dolgairól szól, és hogy a barátságban ez az alap. Az is egy szerencsés konstelláció a mi esetünkben, hogy ugye egyrészt azért, mert nem vagyunk konkurensek, másrészt azért, mert eddig még nem hozott minket olyan helyzetbe az élet, vagy a történelem, vagy nevezd, ahogy akarod, hogy mi konfliktusba kerüljünk. Magyarul, hogy azért ehhez kell egy környezet is ilyen értelemben. Ha az 50-es években lennénk, most, ha Istenem, vagy ott vagyunk, ki tudja, mindenki. Hálóváló figyelmészer, ilyen rákos értás. Tehát magyarul, hogy biztos, hogy állítja az embereket olyan helyzet elé a történelem, amikor bizony nehéz. És, de közben mi ezeket szerencsére megúsztuk, elkerülhettük eddig, és én is lettem már annyira idős, hogy pontosan tudom azt, hogy milyen óriási értéke van ennek, és hogy semmi, de tényleg semmi nem éri meg azt, hogy ennek az esélyét elveszít. De tényleg semmi. És azt gondolom, hogy ez is egy kicsit olyan, hogy az embernek megjön az esze egy idő után, például a nőkkel való viszonyában, vagy egy házasságban, és hogy biztos ezerszer föl lehetne törni, ezerszer el lehetne árulni, ezerszer el lehetne szökni, nem tudom micsoda, de megérted azt, hogy az élet igazi nagy, fontos dolgai, azok hosszú távon és mélységükben micsodák, és akkor azt gondolod, hogy nem ér annyit semmi egyrészt, másrészt még egyszer mondom, próbára egyébként nem tett minket a történelem, de hozzáteszem azt is, hogy szerintem, ha ilyen helyzet kialakulna, már biztos az elején azonnal fölhívnánk, vagy találkoznánk. Igen. A másik, hogy figyelj, ezt dumáljuk meg, mielőtt bármi van, mert fú, azt nem akarom, hogy azt gondolt, hogy. De egyelőre ilyen nem történt. Sajnos egyébként. Hát igen, mert egyrészt érdekes lenne, másrészt pedig szép példája lehetne annak, hogy igenis kiállunk egymásra, harmadrészt pedig, hogy mondjam csak, az azt is jelenteni, hogy akkor történik most valami olyan dolog, de, ami helyzetben hoz minket. Elmondom egy konkrét dolgot, hogy mi nem jött össze, amit nagyon sajnálok egyrészt, de másrészt nem biztos, hogy sajnálnom kell. Hogy egy ponton ezelőtt 4 vagy 5 évvel elhatároztuk, hogy elkezdünk közösen filmeket csinálni. Tehát kvázi ő lesz a producerem, nekem ez ideális lett volna, mert egyrészt azt gondolom, hogy ő hisz benne, másrészt nagyon-nagyon tud segíteni, szóval pontosan a dramaturgiai pontokon iszonyatosan erős pontok, dolgokat, jó dolgokat tud mondani. Meg hát sír a végén. Meg egy csomó olyan dologhoz ért, ami nekem fogalmam nincs. Ha be tud menni úgy egy szobába, hogy rá tud beszélni valakit valamire, én meg iszonyatos gátlásaim vannak ilyen téren. Hát ő tud egy csomó olyan dolgot, ami nekem személyiségből adódóan nem megy. Elhatároztuk, hogy elindulunk közösen, és először született egy Halottnak a csók című dolog, amit négyszer átiratott velem, és nagyon jó irányba iratott át velem, beadtuk, ki lettünk vele rúgva, aztán még 2 másik ügyben is Zátonyra futottunk, és akkor a legutolsó az a Semmelweis. Az most aktuális. Igen. Abszolút aktuális. A Péter egyszer felhívott, hogy figyelj, a Semmelweisről kéne filmet csinálnod. No, mi van? Aztán itt van egy nagyon érdekes Zeizel. Nem, azért tartott egy előadást erre az Urania moziban. Egy órás izé volt. YouTube-on, szóval most átküldöm neked, nézd meg. És akkor átküldtem, megnéztem, és hát mondtam, hogy fantasztikusan izgalmas, mert kiderült a Semmelweisről egy csomó olyan dolog, amiről tudtam persze, ki az, de ugye azt gondoltad, hogy gondoltam, hogy tudom, pontosabban. Ugye ezen a Petőfivel is. Azt gondoljuk, hogy tudjuk. És elkezdtünk vele dolgozni, és azt hittük, hogy keresztül tudjuk magunkat verni azokon a nehéz tüzességeken, amelyek ma
a normális filmkészítés útjában állnak, és nem sikerült. Na most természetesen gondolhat... Az első körben nagyon nagy sikerrel fogadták, igen. Majd utána elutasították. Igen, igen, ezt tudom, igen, hogy meg, igen. És arra hivatkoztak, hogy más te egy koncepció... beszélgetésen valamit mondtál, és akkor nem, utána volt. Nem, arra hivatkoztak, hogy ők más koncepció mentén képzelik el szemmel vezéletének a feldolgozását. Ez a más koncepció, ez a tipikus hős koncepció, ez a nagy romantikus, igen, kicsit elabult, kicsit amit... Igen, hát igen, csak akik valahogy fura volt, és senki nem adott be szemövesztről filmet, és hirtelen már ott születőben volt egy másik. Másik. Na mindegy, mi a mi barátságunk konzekvenciája ebből a szempontból, hogy egyrésztől úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy pofon, az is volt egyébként, és próbáltam túlélni, de másrésztől meg arra gondoltam, hogy lehet, hogy a sors kicselezett minket, abban a tekintetből, hogy nem, hogy nincsenek olyan konfliktusos helyzetek, amiben esetleg az árulásnak, vagy az árulás lehetőségének. Vagy csak az egyetemértésnek. Egyetemértésnek. Igen, szóval lehet, mert ez lett volna az első olyan dolog, ami létrejön, ami nagyon nagy szabású, sok pénzt adtak volna rá, ha van, és nagyon nagy lett volna a tét, amely nagyon erős próba kő lehetett volna esetleg a barátságban. Nem hiszem, hogy itt történt volna bármilyen csalódás, de lehet, hogy a sors ezt igen, feltinálta. Hát ezt megúsztuk, igen, ilyen értem. Erre mondom, a történelem ezt megoldotta. Igen, de ugyanakkor én meg úgy látom, hogy az, hogy még nem állított titeket ilyen helyzet elé a történelem, az azért annak is köszönhető, hogy ti magatok is nagyon aktívan és tudatosan formáljátok a saját kis világotokat és a saját kis környezeteteket, és igyekeztek olyan helyé tenni, amiben jó élni, és hogy példátlanul jól tudtok alkalmazkodni. De meg kell mondjam, hogy a legérdekesebb a Péter, amikor elkezdünk gondolkodni az életünkön, hogy mennyi mindent csináltunk, és mennyi mindent okozott örömöt. Ő a gyerekszínészettől, a reklámon keresztül, a dalírástól, az énekléstől, az írás, a költészetig minden benne van. És én pedig elindultam bölcsészkaros koromba, a magyar nemzetbe írtam könyvkritikákat, aztán éveken keresztül 3 perces ilyen szösszeneteket a Híradónál, amelyen arra volt, hogy különböző stílusokat kipróbálhattam. Aztán jött a színház, aztán jött a dokumentumfilm, aztán jött a játékfilm, aztán jött a művészeti vezetés Debrecenbe és a Pince Színházba, és aztán pedig egy ponton túl jött, amit említettél is, a regényírás, és tulajdonképpen mindenkor rájövök, hogy nem azért van ez, mert nagyon hamar megunok dolgokat. Egyrészt azért is van. És a Péternek múltkor erről beszéltük, és azt mondtuk, hogy igen, tényleg, milyen jó, hogy ennyi mindent kipróbálhattunk, és szerencsénk volt az életben. Látszólag pofonokat kaptunk, de valójában azonban az élet felkínált újabb és újabb terepeket arra, hogy megint elkezdjünk valami olyan foglalkozni, amelyet meg kellett tanulni, amelybe bele kellett rázódni, és amely tulajdonképpen újfajta kihívásokat, újfajta csiklandozásokat jelent. Ez igazság az, hogy bármilyen old school is a példa, de hogy a helyzet az, hogy mi mind a ketten 5-ös bohócok vagyunk. Tehát az van, hogy valahol a kabátunkban még mindig van egy még kisebb trombit, amit el tudunk kezdeni fújni. Mindig van másik. És akkor is van, amikor egyébként még fújhatjuk rendesen, igen, a nagy trombitát. Még akkor is ott belül zörög, csörög minden, mert még azok a trombiták is várják, hogy előszedjük őket. Az más kérdés, hogy néha rákényszerít minket az élet, ez kétségtelen. De tulajdonképpen van még egy dolog, és ahogy te már említetted, hogy mi tudatosan próbáljuk alakítani az életünket úgy, hogy mindig valami újszerű dolog jöjjön benne, akár kényszer, akár önálló választás alapján. A párválasztásunk, ahogy élünk, ahogy például tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy mi kedves fiúk vagyunk, azok is vagyunk egyébként, de valahol belül van egy nagyon tudatos akarás, hogy minket hagyjanak játszani életünk végéig. Uh-huh. Olyan párunk is, legalább akkor lehet, hogy most először, de hogy a párjaink is olyanok, akik abszolút nagyon erős. Két külön nőről van szó, azt mondjuk el. Van a párjaink, tehát nem azt mondom, hogy a párunk. Hanem, de jó, hogy ezt letetted, ezt a mondat. De hogy két nagyon erős, nagyon határozott, önálló nő. Igen. Tehát érted, akik egyébként nélkülünk is remekül el lehetnének, nem függenek tőlünk se anyag, se, hanem nagyszerű emberek. És hogy de közben ők hagyják, hogy mi játszótársai legyünk saját magunknak, igen, meg a barátságunkon keresztül akár egymásnak is. Tehát magyarul, hogy igenis van egy nagyon pontosan kialakított, valóban, ahogy te mondtad, hogy neked olyan dimenziója az életünknek, amiben mi jól érezzük magunkat. Hagyjatok minket játszani. Uh-huh. És akkor mi mindenre jó partnerek leszünk. Úgy szó, játék. Igen, ez a játékosság. És persze.
Igen, és az, hogy bármi is történik körülöttetek, mindketten tisztában vagytok azzal, hogy mi az, amin tudtok változtatni, és mi az, amin nem tudtok, és amin nem tudtok, azt elfogadjátok adottnak. Igen, az ez a másik, ez a kulcs szó. Igen. Igen. Ami szerintem egy kor után jön meg rendszerint az embernek, hogy megtanulni elengedni dolgokat. Igen. Hogy ne feszülj bele, ne menj tönkre bele, se fizikailag, se szellemileg, se mentálisan, hanem egyszerűen megtanulni azt, hogy ez van, hogyha az ember, ugye Petinek is egy csodálatos, nagyon, nagyon fantasztikus apja volt nekem is, és tudom azt, hogy ha az ember visszagondol a saját szülei életére, hogy micsoda nyomorokon, micsoda átbucskázásokon a saját fejükön keresztül, micsoda alkalmazkodási kényszeren kellett keresztül menni, és akkor a holokausztól el tudunk menni a Rákosi koron keresztül nagyon sokáig, ugye nyilván ez is összeköt minket. Hajaj, persze. A családi kultúrának és a tragédiáknak a közös, hát hogy mondjam neked, eredői a 20. századi magyar történelem. Két baloldali értelmiségi volt a papánk. Ezt le kell szögezni, ezzel nagyon sokat támadnak is, engem is, meg a Pétert is, mert a bőpapája egy rádióban volt, egy nagyon jelentős újságíró, az enyém az írott sajtóban. Mind a ketten imádtuk az apánkat, imádtuk. Nagyon nagy szabású emberek voltak szerintem mind a ketten. De hogy mondjam, utána mind a ketten a Kádár korszakban szocializálódtak tulajdonképpen, és ott értek el karriert, ezért nagyon támadhatóak Most éppen lesz ez még előnk, Ágos Ertárs. Másfelől nem ildom most az emberek számunk. De nagyon fontos, mert nem fésztem, hogy ha arra gondolok, hogy a szüleink hogy éltek, vagy a nagyszüleink, abból a nyomorból, abból az elképesztő, kaparós nyomorból, és a hidegből, és az éhezésből, és a nem tudom honnan jöttek, akkor te pontosan fel tudod mérni, és ez is a Petitől tanultam többek között, hogy van egy reális önképed, akkor ha összehasonlítod a sorsodat a felmenőiddel, neked kus van, barátom, mert te nagyon jól élsz. Ezért képes kell, hogy legyél, hogy elengedj dolgokat, mert a szüleidnek, nekik még ez sem adatott meg, hanem kizárólag kényszerpályák voltak. Igen. És érdekes, hogy Péter, nálad is a szinte minden regényben azt köszön vissza, hogy van a kisember, aki az adott körülmények között próbálja élni az életét, és belesodródik aztán nyilván hatalmi játékokba, meg ott zajlik körülötte a történelem, de hogy mégis megpróbál boldogulni, meg felszínen maradni. Igen, de neki sokkal nehezebb dolga van. Szóval a 20. században élni, szóval azt a 20. századot átélni az összes tragédiájával és rémségével sokkal nehezebb próbatétel volt, mint amit mi most gyakorlatilag békében élünk 70 éve. Még. Igaz, hogy itt körülöttünk 200 kilométerre iszonyatos dolgok dúlnak, de mindegy, itt ebben a szobában még béke van, és ezt nem győzzük meg becsülni. Minket érdekes, hogy van olyan, hogy pár hétig mit tudom, nem beszélünk. Az ritka, de akkor is küldünk egymásnak cikkeket például. Uh-huh. Átküldöm a feleségemnek is. Igen, nem vettek, hogy rajta van két szív. Igen, az elit is rajta van. Két szív van rajta. De a barátomnak is átküldöm, tudod, hogy, mert utána fogunk erről beszélni. És tudod, ennek az emberi, a filozófiai, a történelmi, a pszichológiai aspektusairól olyan jókat tudunk dumálni, és mindig kiderül, hogy kevés az idő, amit szántunk egymásnak egy étterembe, vagy valahol összejövünk. Néha Barca meccseket nézünk közösen. Ez véletlen. Tehát nem azt mondta, hogy Kádus dukkajába. Ez van. És akkor kicsit azért szívjuk most. Titeket mit tesz a legboldogabbá? Én azt gondolom, hogy én ilyen óvatos viszonyban vagyok azzal a szóval, hogy művészet. Mert én sok mindent csinálok, ami valahol érinti a művészetet. Nem mindenben érintem meg azt a minőséget, amit csinálok, hogy az valóban művészetnek lehet tekinthető, de pár dologban igen. És ezért én azt gondolom, és ezért rajongok minden tehetséges emberért, többek között a Péterért, akit másokok miatt is szeretek, hogy tudom, hogy milyen nehéz akár egy őszinte eredeti mondatot vagy gondolatot leírni. De szerintem ezt te is tudod. Mindenki, aki hatásvadászattal foglalkozik, mert én néha ezt szoktam mondani, hogy annyi műfajom van, hogy igazából mindegyben a hatást keresem, és nem az olcsó hatásvadászatot, hanem ami mögött gondolat és érzelem van, azt tartom ünnepnapnak, amikor valami olyasmit sikerül összerakni, legyen az film, legyen az musical, legyen egy dal, bármi, amikor azt érzem, hogy ez csak belőlünk fakadóan jöhetett létre ebben az univerzum, ezt más nem tudta volna így. Ráadásul főleg nem magyarul, érted? Még nem éki, rovásírással írjuk, de azért magyar. És akkor azt gondolom erről, hogy minden, amikor ez manifestálódik, na az,
az a csoda, amikor te tényleg valamit hozzá tudtál rakni ehhez az világhoz, amiben egyébként nélküled is elketyegnek a dolgok. És a zenélésben ez fantasztikus, főleg amikor megírtál egy dalt, elénekeled, vagy elreppeled az embereknek, ott vannak a barátaid, a zenészek, akik között ugyanolyan hülye óvodás lehetsz, mint amilyen voltál, amikor még nem tudom én, Gombácska volt a jeled, vagy nem tudom én, van, aki pekjes volt, és ásót kapott. Tehát, hogy ezek a felfénylő pillanatok, amikor azt érzed, hogy van értelme az emberi életnek, van értelme annak, hogy te megpróbálsz valamit megalkotni a magad kis körein belül. A zenészség ilyen, a koncert pedig hihetetlen energiacsere, elképesztő energiacsere a közönséged, de te ezt is tudod, mert ebben hasonlít a tevékenységünk. Az, hogy a Péterrel le tudok ülni beszélgetni bármelyik éttermében a városnak, vagy együtt tudok vele tölteni bárhol időt, azt is tudom, hogy nem is érdemes vele sokkal több időt eltölteni, mert tudom, hogy a kapacitása meddig tart nagyjából, és ő is tudja, hogy az enyém meddig tart. Az ugyanilyen fokú örömet jelent az életben egyébként. És ezért szoktam azt gondolni, amikor van időn kiülni valóva, főleg a szabadtérre, és ott egyszerűen kajálunk egy jót, és dumálunk egyet, az ugyanolyan inspiráló, mint amikor az ember verseket olvas, vagy valami olyan zenét hallgat, ami felszabadítja. És ezért is gondolom, hogy ez egy olyan ajándék, amire nagyon, nagyon, nagyon vigyázni kell, mert ebből nem sok van. Sőt, azt mondjam, már az is csoda, ha az ember egy ilyenre rátalál az életében. Azt kérdezted az előbb, hogy mi okoz boldogságot, és röhögtem, mondom, hogy azonnal válaszolok, de beleszólt a példa, és elkezdte. És most fogok mondani egy teljesen hasonló dolgot, esküszöm neked, hogy erre készültem, mert mondom, hogy elmondok egy konkrét pillanatot. Szóval én úgy mostanában ugye regényeket írok, vagy próbálok legalábbis írni, és most, és ez egy friss élmény, tehát 10-12 éve csinálom, és akkor, amikor éppen belekerülök egy ilyen darálóba, egy ilyen regényírási darálóba, akkor az a munkarendem, hogy felkelek reggel 7-kor, rendet csinálok az íróasztalomon, becsukom, van egy dolgozószobám, becsukom az ajtaját, kint hagyom a telefont, és 11-12-ig nem is lehet engem zavarni, és tudja a feleségem, és tudják, milyen akkor én, és mindig úgy kezdem, hogy az előző napi adagot elolvasom. És akkor legtöbbször az van, hogy ugye eltelt egy nap, valamikor abba hagytam 12 órával azelőtt, és ugyanúgy az ember, hogy a Péter behívja és megnézheti a filmét, úgy nézek rá az előző napi anyagomra, és legtöbbször 99%-ban az van, hogy nagyon nem tetszik. Nagyon nem tetszik. És akkor két dolgot csinálhatsz, káromkodsz, dühöngsz, elkezdek sétálni, elmondom magam, tehetségtelen, büdös talpú, fasz, elnézést vagyok. Mintha magamat hallanám saját magammal kapcsolatban. Reménytelen eset vagyok, az Isten, én, jó, de úgy akkor elkezdem, hány embert átvertem azzal az áltehetségemmel, az kicsit megvigasztal. Az impostor éveken át azt hazudtam egyik, hogy az vagyok, de nem, de hát kiderült, nem. Na most vannak ritka pillanatok, amit most elolvasom. Olyan nem volt még neked, hogy a szomszédok szóltak, mert azt hitték, hogy a feleségedet szívott. Nekem volt, hogy olyan úgy ostoroztam magam, hogy András, belerugok a falba, persze, nagyon hangosan csinálom. Én ilyenkor lefekszem aludni, engem azért nem fogom felcseszni magam, mert tehetségtelen vagyok. Ez van. De vannak pillanatok, ez ritka. Azt mondom, hogy Istenem, hát ez zseniális. Hát ez a mondat, hogy jött ez ki? Nem is emlékeztem rá, hogy ezt leírtam. Ez valaki tényleg megcsók. A múzsa honlokon csokbolt, és nem vettem észre. Most ez a pillanat, a boldogságnak ez a másodperce, ez elmondhatatlan. Tehát tényleg úgy érzem, mintha önkívületben valami megszületett volna, mert valóban nem tudatos ezek. Na, és ezt akartam elmesélni, abban persze, hogy a Péter belevágott, és ő is tulajdonképpen ugyanezt mondja, más szavakkal és más történettel, hogy valóban az alkotásnak van egy olyan másodperce, amikor elérkezel egy ilyen szférikus hangulatba, hogy te jó Isten, ez belőlem jött ki, de mondom, nagyon-nagyon ritka. Ez nagyon-nagyon ritka. Hát ez akkor hárman ülünk ki. Akkor azt érzed, hogy igenis létezik teremtő erő benne. Tehát, hogy teremteni tudsz valamit, nyilván nem úgy, mint a jóisten, de hogy a magad korlátos létében mégiscsak valami megszületik, amiről azt gondolod, hogy ezt más nem tudja. Igen. Igen, és más nem tudja, de te se. Tehát igen, mindig ezt persze, érzem, hogy persze, én is alig tudtam ezt kitalálni, és én sem értem. Van olyan pillanat, hogy nevetni fogsz, amikor nagyon-nagyon ritka, most például ránéztem a filmre, és volt egyetlen egy jelenet a Hajnaliban, amit rácsodálkoztam, hogy milyen érdekes, hogy ezt létre tudtam valahogy hozni, hogy nem, hogy akkor tudatában se voltam. Ez a jelenet, ez működik, ez valamitől nagyon-nagyon működik, de hogy mitől,
Hát teljesen öntudatlanul valamire ráhibáztam, és ez ritka. Igen, ez amikor, ritka. Hát az, amikor igen. Jön a flow, amikor már tulajdonképpen már nem, tehát zsigerből is, meg tudatosságból is áll, ösztönből is, meg tervezésből is, de hogy mégis valami ott egyszerűen így elcsattan. Igen, hogy ezt nem lehet matematikai, logikai úton kitalálni, nem lehet. Hát bízunk abban, hogy ezt a mesterséges intelligencia is tudja, hogy neki ez nem fog menni. Ez nekünk van egy... Igen, így van, csak fogalmazásunk az majd a többi tíz arány. Meg operáljon majd, mert arra szükségünk lesz. Igen. Adtam nektek házi feladatot. Igen, az később jutott el hozzánk, de bízom benne. De lehet improvizálni. Ezt rábízom, jó? A regényíróra. Azon nevetek, hogy én készültem, és most elmondott a Péter két olyan dolgot közben, amit már nem tudok elmondani, mert azonnal tudnád, hogy igaz vagy nem igaz. De mindegy. Improvizálok, illetve nem biztos, hogy rossz lesz. Azt mondtad, hogy mondjak három olyan dolgot, amelyből kettő igaz, és egy nem igaz, és te kitalált, melyik nem igaz. Igen. Jó. De így már, hogy két igaz elhangzott. Akkor maradjunk, hogy ezt a részlet ő fogja jó ezzel prezentálni, mert én ez ma... Na mindegy. Az első állításom az, hogy a Péter egyik lányának szerepet adtam. A másik állításom az, hogy Péter mamájának szerepet adtam. A harmadik állításom az, Péternek egyszer átküldtem egy 100 regényből álló listát, hogy mit érdemes elolvasni a világirodalomból. Fú. Ez a három állítás. De 100 regény, tehát hogy... nem aprózza az ember, hogy ha már valamit kell mondani. Hát lesz jövőre. Az a kérdés, hogy melyik az igaz, melyik hát a nem igaz. Hát azt tudom, hogy te embertelenül olvasott vagy, de én még ilyet nem láttam. És hallgattam veled egy podcastot, a Betűtésztát, és még annak idején azt hiszem, ők hívtak engem is, de meghallgattam veled azt a beszélgetést, és azt mondom, én oda nem megyek. Én oda nagyon kevés vagyok. Iszonyú előnyöm volt. Képzeld el, hogy a papámnak volt egy 10000-es könyvtár, tehát volt egy olyan könyvtárszobánk, amely tetőtől talpig csak könyvszekrényből állt, és tel is tele, úgyhogy kizuhantak a könyvek. Úgyhogy, és miután egyfolytában mondta a papám, hogy ezt szabad olvasnod, ezt nem szabad, és amit nem szabadott olvasnom, rögtön az izgatott. Tehát és ezt tudta persze. Nyilván. Persze. És akkor mindig felmásztam a létre, amikor nem volt otthon, és a könyvek háta mögötti második sorból kiemeltem azokat a könyveket, és mindig izgatott az, hát főleg szexuális tartalmú könyvek voltak, hogy mikor érkezem el ahhoz a felismeréshez, amire szükséges. De az egy könyvet is elég lett volna. Hát nyilván, de a Kamasz útra nem volt meg nekünk, de viszont megvolt, mint az összes Zóla. És ez azt jelentette, hogy 17-18 éves koromig tényleg nagyon sok olyan könyvet olvastam, ami egyébként nem volt nekem való. Na de már most hadd találj el, hogy mit hallottál. Ezek után mi lehet azon a százas listán? Mm. Gondolni. Úgyhogy én ezt igaznak gondolom, ezt a százas nem listát. Nem fogok, meg sem az arcom. A lányodnak, ha Péter szerepet kínált, az azt ugye jelent, két lányom van. Két lányod igen. Van, igen, és 12 éves a nagyobbik. 14, 12 a kicsi. Mert utoljára, amikor nézted a Wikipedia, még az volt. Igen. Így van, jó helyen kapizsgálsz. Hogy akkor szerintem a lányod még, ha Péter szerepet ajánlott neki, csak nem színházi szerepről van, hanem filmesről, akkor még lehet, hogy túl kicsi volt. Fúha, na most bajba vagyok. Na mindegy, leteszem a voksot, hogy az nem igaz, hogy anyukádnak adott szerepet, Péter. Ezt választod. Ezt választod hamisnak. Mondhatom. Ez a hamis. Ez a hamis. Nem. Buktad. Most mi jövünk, és akármit kérdezhetünk tőle. Nyugodtan. Az előbb említett sóbálványban, amiről beszéltünk, ami a Péter első találkozásunkat is létrehozta, abban a harmadik vagy negyedik adásnál egyszer csak hirtelen fénygyúlt a fejembe, és azt mondtam, hogy van neked egy mamád, aki iszonyú helyes. Igen. Akkor anyám nagyon híres volt híres, már a mit tudom, melyik rádió, a Bocskorék nem állta. Mi lenne, hogyha a Sóbálványnak lenne minden alkalommal egy páholya, egy különleges páholya, és a mamádat különböző abban az évben történt dolgokról meginterjúolnánk. És beülne a páholyba. És jött is anyukám. És mondta a Péternek, hogy beszéljek én vele, nem az, hogy ő beszél vele, aztán utána hívjuk fel, és mamája szerette ezt csinálni, ugye előtte smink, előbb a fodrász, minden. Már akkor mindenkinek elmondott minden történetet. Igen. Persze. És beült, és fantasztikus volt ez a páholy. Ez volt akkor is Sóbálványnak a legizgalmasabb része. Hát mert nagyon személyes is nagyon, volt. Nagyon személyes történeteket mesélt el, és én nagyon boldog voltam, hogy a Péterre nem csak a Pétert nyertem meg a barátságát, hanem megnyertem a mamáját is egy jó műsorhoz.
Azt gondolom, hogy jó műsor volt. Ez egy elős műsor volt. Na, ugye az hát egyrészt erős volt, másrészt meg marha érdekes, hogy most a mamákról van szó, hogy én meg megismertem a Péter anyukáját, aki meg szintén intézmény, és akkor ugye egyébként a főszereplője, ugye a Péter legsikeresebb regényének, ugye a Hajnali Láznak. És hogy ez hihetetlen anyuka, elképesztő mama, de a másikat azt hadd mondjam elé, a százas listát, hogy azt, hát én kértem tőle. Tehát én fölhívtam egyszer a Petit, és hát nyilván érzékelve a köztünk lévő viszonylag nagy űrt ebben a kérdésben, tehát hogy én ugye a magyar történelmi szakon végeztem az ELTE-n, de hát tudod, az ember főleg, amikor a popzene elkapott, akkor persze orvosok, én inkább gyakran lirát olvasok, persze regényeket is, szép irodalmat is szeretek olvasni, de azért azt gondolom, hogy fia, tehát van végül is egy professzor haverom, mert csak kérek tőle valami tanácsot, és elküldettem vele azt a százas listát, elolvastam bele a 28-at, és sajnos azóta nem találom, hogy nyugodtan átküldheted újra. Eddig most láttam, hogy például rámentem a Vámos Miklós Facebook oldalára, és láttam, hogy örjöngve követelik tőle az emberek, hogy mondja meg nekik, hogy mit olvassanak. Szerintem ez egy nagyon fontos tudás. Igen. Nagyon sokan, jó hír, még ragaszkodnak ehhez. De vannak alapkönyvek. Az az igazság, hogy vannak alapkönyvek, amelyek nélkül az ember nem... Nem is lehet érteni sok mindent. A művészeti utalásokat, a világ, az európai kultúrát sem. Ez egyszer lehetetlen. És ezért azt gondoltam, hogy erre felkérni a Petit. A lányainak nem ajánlott szerepet. Sajnos az összefüggés az idő és a politikai rezsim változásának köszönhető, mert akkor már nem volt filmje, amikor már az gyerekek megszülettek. Azóta lett regény. Ebben helyesen döntött. Egy ultrahang felvétel elején. Igen. De büszke vagyok rá, hogy a Hauman Mátét az először nálam szerepelt a Hauman Péter fiaként. A Bán Jani, aki szintén nagyon jó színész, a szintén először nálam szerepelt gyerekszínészként. A Rudolf Péter gyereke nálam szerepelt még picik 5 éves kis gyerekként. Tehát ezek a gyerekek szerepeltek a filmjeinkben. Pont az enyém nem. Késő lettem, apa. Igen. Késő lettem, apa. És sajnos valóban a politikai széljárás megváltozott. Igen, akkor te már nem kapsz finanszírozást. Igen, elég jól lett volna a film alaphoz időzíteni. Igen. Van visszafele is 3 ilyen állít? Született közben a most találjak ki valamit? Igen. Mondhatsz bármit. Tényleg? Én elhiszem, én mindent elhiszek, látod. Igen. Olcsón adom magam. Akkor az első történetem az, hogy van a városban egyetlen hely, ahol Péter hajlandó gyakorlatilag beülni étterembe, és hogyha nem oda megyünk, akkor gyakorlatilag inkább nem megyünk sehova. Uh-huh. Ez az első állításom. A második állításom az, hogy amikor megírta először a Hajnali Láz forgatókönyvét, és átküldte nekem, akkor én azt mondtam neki, hogy ne akard ezt majd megrendezni, a filmet akarsz belőle csinálni, hanem add el inkább az amerikaiaknak. Ez a második állításom. És a harmadik állításom pedig az, hogy amikor forgatott még a Sóbáványon kívül egy sorozatot, amiben a fiatal színészeket mutatta be, Lámpalász című műsor volt, szintén Sándor Pál volt a producere, akkor rendezett egy olyan jelenetet, amiben az akkori szerelmemet rendezte bele, úgy, hogy nekem ki kellett lépni egy szekrényből, miközben az akkori szerelmem egy színésznő éppen hentelgett az ágyon a szerep szerint valakivel, és mi pont akkor voltunk szakítóban ezzel a színésznővel, és ezért aztán meglehetősen megviselt ez a jelenet engem. Azt a mindenit. Azért van könnyű dolgom, mert hogy itt már elhangzott a beszélgetésben, hogy a város bármelyik éttermében lehet szívesen. Plusz azt is megkérdezted az elején, hogy itt mellettünk milyen az olasz. Igen. Könnyű dolgod van. Nem voltam nagyon konzekvens. Nagyon kell vigyázni. Beszélgetés végén tette fel ezt a kérdést, és nagyon sokat elárulszunk. Ez a baj. Innen üzenem, hogy engem nem érdemes 3x3-asnak beszervezni sehova. De egyébként ezeknek az éttermi beüléseknek gasztronómiai jelentősége is van? Tehát odafigyeltek arra, hogy... Péternek van, mert ő egyre sokkal több éttermet ismer most már. Valamikor nem, de most már sokkal több éttermet ismer. Mert valahogy, tudod, a korra, amikor az ember megy bele egy idősebb
létezésbe, akkor az is előjön, hogy sokkal szívesebben vagy otthon. Uh-huh. Meg sokkal szívesebben eszel. Igen, sokkal szívesebben eszek otthon. Nem csak azért, hanem jobban is főznek otthon. De nagyon kevés helyen főznek. 80-90-es években nem tudsz olyan éttermet mondani, amit én nem ismertem Pesten. Ma pedig tőle kérdezek mindig, hogy hova megyünk. Ja. Ez is a korral jár, sajnos vagy nem sajnos. Van előnye is egyébként. Igen. De akkor ez a hentergős dolog, ez így történt? Abszolút így történt. Pont a Grills Dorkával voltunk egymásban, aztán szerelmesek, még ez a házasságunk előtt történt, és de volt egy szakasz, amikor éppen egy picit úgy tűnt, hogy szakítani fogunk, és pont akkor hívtak be, mert én vezettem azt a műsort is, igen. És nekem ki kellett lépnem, mint műsorvezető, és valami hülyeséget kellett ott mondanom, miközben leíztem azt a csajt. Nem volt hülyeség. Ez volt hülyeség. Hát nekem ott valami lazán kellett kijönni, mikor egy férfi színésze henterek a szerelmem, akivel éppen szakításban vagyok, mert nem tett jót igazán aznap a lelki világon. De felteszem, Péter mindezt tudta, hiszen jó barátok voltak. De nem tehetett róla, hát az már előre le volt fixálva, és mielőtte két nappal szakítottunk, és úgy mentünk be, hogy a halálra váltam mindannyian. De a Dorkát is imádtam. Igen. Most imádom, hát egy fantasztikus színésznek. Így van, sőt, egyre jobb színésznek. Bocsánat. Mondj csak. Nem csak a harmadik pedig az volt, hogy És ott például mertem venni a bátorságot, és azt mertem mondani a barátomnak, hogy ez egy olyan csodálatos történet, amit meg tudsz írni. Ez életed filmje, életed története, ami a szüleid elképesztő megismerkedésének a története, hogy ők leveleztek egymással különböző ilyen feljavító táborokban a 1945-ben. Ezt mondjuk egy gyorsan hallgatóknak, tehát, hogy két ember a holokauszt, édesapát holokauszt túlélőként közölte vele az orvos, hogy fél éve van hátra, igen. Ő pedig megírt 100 hány levelet? 120-valahány levelet nőknek, hogy magyar nőknek, akik különböző egészségügyi feljavító táborokban ültek valahol, még Svédországban. Ugye ez rehabilitáló tábor volt. Megírt leveleket, hogy szeretné őket megismerni, és aztán később feleségül venni. Ez csak a gárdas apjának jutott eszébe, jó, nincs Facebookom, oké, meg nem írogathatok rá senket, írok leveleket. Jó, de 6 hónapja volt hátra, ez volt a döbbenet benne. És nem hitt az orvosi diagnózisnak. És a 30-valahány lány válaszolt, többek között a mamám is, elkezdtek levelezni, egymásba szerettek, 3-szor találkoztak a házassági. Igen, ez benne van a filmben is, volt a terve, hogy találkozunk, szerelmes leszek bele feleségülbe. Igen. És a Péter valóban olyannyira, hogy azért most elmondok nekem valamit, amit ő se tud, hogy ha már barátságról beszélünk. Oda elküldtem neki a Hajnali Láz, mint ami 12. változatának a forgatókönyv, akkor már kimertem adni kezemből, még messze nem volt regényről szó, arról volt, hogy félből film lesz. Hát lett is utána. És egy szombati nap küldtem át, és vasárnap mindig nálunk ebédel a család, többek között a lányom, meg a mamám, én még akkor Érden laktunk, és egyszer megszólalt 00:30 a telefonom, és a Péter volt. És elkezdtem mondani, fantasztikus dolgokat mondottak már a forgatókönyvről, hogy ez maga a csoda, teljesen mondta, hogy ezt oda kell adni egy igazi amerikai rendezőnek, mert neked nem lesz elég pénz rá, te nagyon elfogult vagy. Nem, hanem hogy nagyon türelmetlen lesz, mire a pénz összejön. Pénz összejön, igen. És én persze híztam, meg ugye fantasztikus. És 00:30-2 volt, és a család ott megebédeltek, és letettem a telefont, hogy ki az Istennel beszéltél? Olyan botrány lett, hogy ezt el nem tud képzelni. Nem ismertem neki ezt elmondani. Számízva volt a mestig a lakásban. Menj a fenébe, hagyj, tűnj el innen, mondta az anya, hogy kikéri magának a lányom, mindenki halálosan meg volt sértve. Ez volt az a bizonyos telefon. Az igazság az, hogy ez a Hajnali Láz, nem mondom a magyar írót, ez mást is megihletett ilyen értelemben, mert amikor én szoktam azt csinálni, de Péter tudja nagyon gyakran, hogy egy történet, ami engem foglalkoztat, azt el szoktam mesélni ebéd közben, vacsora közben, kávézás közben, különböző embereknek, mert tesztelek. És hogy magamnak is nagyon jó, hogy el tudom-e jól mesélni, de tesztel is, hogy hát ha egy fordulatot ott beleteszek. Nem a igazság érdekes, az az érdekes, hogy az a dramaturgia érdekes, hogy meséled el. Hogy mikor mesélem az elejét, mikor mesélem a közepét, hol tartok szó. Tehát magyarul tesztelem a hallgatót. És ezt a Hajnali Lázat is nagyon sokszor elmeséltem, és egy nagyon-nagyon híres magyar írónak egyszer, egy kocsmába. És 2 nap múlva felhívottam a híres magyar író, és azt mondta, még messze nem volt semmi, hogy figyelj, én ezt az ötletet megvenném tőled, én ezt szeretném megírni. És nagyon-nagyon sajnos volt a kísértés, mert akkor nem írtam még soha életemben addig semmit, de jó, hogy nem engedtem neki, hogy azt mondjam, hogy oké, a tiéd a történet.
De azt mondtam, hogy figyelj, szeretnék rajta még gondolkodni, és ha visszahívtam 3 nap múlva, hogy nem, egyről nem szeretném még eladni. De olyan hülye vagy, ha milyen, mekkora történet tudni, regényt tudnék ebből írni, mondtam, akkor sem szeretném eladni. És akkor még nem volt meg a regény. Nem volt meg a regény, sem még a film sem volt meg. És tulajdonképpen én nagyon örülök, hogy volt türelmem kivárni a pénzt, mert például a Hajnali Lázra kaptam ajánlatot, már a regény megjelenés után, amikor leforgattam a filmet, hogy egy nagy amerikai stúdió megvenné, és nagyon komoly pénzt ajánlott, és nem adta el. Na, itt például nem értettünk egyet. Igen. Tehát a Warner Bros. Jelentkezett nála, és én azt mondtam, hogy Peti, el kell adni. Igen. El kell adni, azért kell eladni, mert egy világsiker lesz belőle. Ki lesz írva 5000 moziban, amikor vetítik, hogy Peter Gárdos. Peter Gárdos, egy. De lehet, hogy nem te rendezed, és vett tudomást. Biztos, az biztos, nem, ezt meg sőt, mondták. Valószínűleg nem te rendezed, ugye, csak az... De már beszéltek a Koltaival. Miközben tudom, hogy... Igen, hát biztos elvállalta volna. Persze, igen. De milyen sorstalanság, és milyen jól sikerült. Igen. Na, de szóval, a lényeg az, hogy megmertem neki mondani, miközben tudom, hogy ez egyetlen dolog, ami igazán érdekli a filmrendezés, de muszáj volt neki elmondanom, és azt is megmondom, hogy miért. Mert... azt gondoltam, ismerve az akkori realitását a magyar filmgyártásnak, hogy egyszerűen nem fog tudni belőle olyan film kijönni, amit megérdemel ez a történet, amit ő csodálatosan megírt. És nem azért, mert nem fogja jól megrendezni, hanem mert ez nem az a doboz. Mm. Egy másik dobozt kéne megnyitni, mert a sztori maga viszont egy-két ügyes húzással, hogy választasz egy világhírű francia színészt, egy világhírű német színészt, nem tudom, ezzel világsikert lehet csinálni. Mi néha azt szoktuk átküldeni egymásnak, hogy egy ekkora cikket olvasunk valahol, és átküldjük a másiknak, hogy te, hát ebben világfilmet lehet csinálni, ekkora történet van. Ugyanezt éreztem ebben is, sőt, azt is mondtam neki, hogy milyen kár, hogy nem én vagyok most a producered, ugyanis a következő van. Légy szíves, forgass le az anyukáddal egy hosszú riportfilmet, hiszen él az az ember, aki a főszereplő, az egyik főszereplője ennek a történetnek. 2. Megvan az eredeti levelezés. Az azt jelenti, ez egy produceri gondolkodás, hogy ebből egy olyan package-et, egy olyan csomagot lehet csinálni, amit bárhol a világon egy amerikai vállalkozó meglátja benne az őrületes lehetőséget. Add ki faximile a levelezést, csináld meg az interjút a mamáddal, mert nincs ilyen a filmtörténetben, hogy egy gyönyörű történetnek él a főszereplője, és megvannak az eredeti dokumentumai. Hát ez egy olyan ritka körülállás, hogy az őrület. És aztán egyébként Peti mindent megcsinált, tehát megcsináltam mamával a beszélgetés, megvannak a levelek, és én nyilván egy projektben gondolkodtam már akkor, és azt gondoltam, hogy az én barátom 100-szor annyi pénzt fog ezzel egyrészt keresni, másrészt világhíres lesz. Igen, de ez nem érdekelt engem. De ez az én barátomat nem érdekelt. Igen. És én ezt tudomásul vettem természetesen, igen. De látod utána, és nem ezért írtam utána, amikor megnéztem a filmet, hogy nem az lett, amit én akartam, hanem olyan csodálatos hatások voltak benne, igen. Egyébként tök érdekes, hogy Kovács Lehellel forgattuk a Munkaügyek című sorozatot, amit Litkai Gergővel ketten írtunk, és ott Lehel mondta, hogy hát most egy ilyen holokauszt túlélőként le kell adnom az izmaimat, és ezen panaszkodott szegényen. Évek hosszú sor alatt felhalmozott izmait le kell fogynia. Ez volt az egyik. És milyen fantasztikus volt benne Lehel. Jó volt benne. A Lehel is nagyon jó volt benne. És a másik pedig, Elek Feri, akivel szintén részt vett a Munkaügyekben, ővel bele pedig tavaly nyáron, nagyon közel van egymást azon nyaron, és nyáron sokat szoktunk együtt lógni, és tavaly nyáron végig ilyen százas napkrémmel kente magát, meg nagy kalap, szombréróba, meg mindenhova, mert hogy ő meg abban a Sam Elweis filmben játszott. Igen. Halottat. Hát ez a Halottnak a csók című egy forradó. A film elején még élt, és azok az, hogy ő meghal, és boncolják, és nem tudom, és szegénynek 6-7 forgatás volt, és nem barulhatott le, és hófehér alatt kellett feküdnie napokat. De mondta, hogy én egy napi díjjel elfekszem ott. Gyönyörű. Na hát most nekünk van egy közös programunk, amit még nem beszéltünk meg, ugye az el kell mennünk megnézni ezt a Sam Elweis filmet. Igen. Nyilván tudnunk kell, hogy mi lett abból, amit nem mi csináltunk. Egy dolgunk van még hátra, hogyha egyetlen egy jelzővel kellene illetni a barátságotokat, akkor megtalálnátok ezt a jelzőt, és mi lenne az? Én nagyon könnyen megtalálom, érzelmes. Ó, ezt férfiak szájából olyan jó hallani. Igen. Igen. Péter gondolkodik még. Hát mert annyi minden jut eszembe róla, leginkább azt mondanám, hogy fontos. Uh-huh. Ez az érzelmes neked. Majdnem szinonimálja. Hát egyébként igen. Szóval, hogy olyan kevés dolog marad igazán fontos az életben hosszú idő után, hogy és annyi minden apróságon, amit az ember korábban azt gondolta, hogy érdekes, meg számít, nem fontos. Ez fontos, igen. Uh-huh.
akkor lehet, hogy mind a kettőt fogom használni majd a kombban. Fontos és érzelmes helyes barátság. De nálad mit mondjak Péter titulusnak, mert te annyi minden vagy. Mondasz, hogy Geszti Péter emberséges intelligencia. Emberséges. Emberséges intelligencia. Hát mit mondjak Péter? Író, forgatókönyvíró, rendező. Igen. Jó, jó. Engem alázhatsz egyébként más jelzőkkel is nyugodtan. A repertől, a produceri mindent vállalok. Csak azt nem mondsz, hogy énekes, mert csak azt Azt nem. Borneo és telebe. Egykor híres. Igen, egykor híres stand-upos. Sose volt stand-upos. De egész jó volt. Igen. Mit nem is mi lettünk volna. Nem kell még egyszer. Igen, figyelj, nekem ne így se kell lennem legközelebb. Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!